Őszinte leszek veletek, először én azt akartam ennek a videónak, hogy a Project Shadow rajongói filmre én a reakciómat közzé teszem. De úgy voltam vele, amikor végignéztem, hogy ezt nektek is külön csendben magatoknak kell látni. Én beleszólásom és a reakcióm inkább ne legyen benne, hanem miután megnéztétek, és hát én is ahogy megnéztem, sokkal több gondolat jutott eszembe, mint hogy így közben megállítsam és úgy mondjam el a rövid véleményemet. Egy darab hosszabb véleményt szeretnék egy videóba, ami a mostani, az pedig az, hogy mire van szüksége Shadow karakterének a Sonic harmadik mozifilmjében. Shadow az akkora nagy kedveltségnek örvend, hogy szerintem jobban is kedvelik, mint magát a főszereplőt, Sonicot, a sündisznót. Voltak ilyen gondolatok mielőtt megjelent a Shadow the Hedgehog című videójáték, hogy ki kapjon külön játékot, és ő volt az, jobban szerették volna, hogy ő kapjon, mint hogy egy újabb Sonic játékot kapjanak a rajongók. Amikor a Top Sonic játékokról is beszélünk, lehet, hogy maga ez a Shadow the Hedgehog nem került oda a topok közé, viszont a Sonic Adventure 2, ahol bemutatkozott, debütált ez a karakter, az mindig is ott van a topok között, nekem is ott van, attól függetlenül, hogy nem az került a legelső helyre számomra. De hogyha még vitatkoznánk is, hogy melyik fontosabb karakter Sonic vagy Shadow, annyi biztos, hogy ha a főszereplőt, a nevet, a Sonicot levesszük, és a többi karaktert nézzük, akkor a Shadow a legjelentősebb karakter ebben a franchise-ban. Ezért gondolom olyan fontosnak, hogy a Sega és a Paramount, ahogy írják és készítik ezt a filmet, egyetlen egy dolgot vigyenek el a játékból, illetve ez az, ami ki lett emelve, és szerintem rádöbbentett mindenkit, hogy mennyire fontos lesz, miután megnéztük ezt a Project Shadow-t. Ez a fontosság pedig az, hogy mekkora szerepe van annak, hogy Shadow és Maria kapcsolata milyen, plusz, hogy miképpen mutatkozik meg az, hogy elveszíti Mariát. Már tudtuk eddig is, hogy milyen fontos ez az alapköve Shadow karakterének, de reméljük, hogy ezt filmbe is megmerik tenni, és elég időt hagynak, hogy be tudják mutatni. Először is ahhoz, hogy ennek a jelentőségét át tudja érezni egy olyan néző is, aki csak mondjuk a Sonic 1-2 filmet, vagy akár még azt se látta. Először tisztázni, bemutatni, és megalapozni kell azt, hogy Shadow és Maria milyen jó és fontos kapcsolatot viseltek egymás között. Ők ugye ketten ott ragadtak fent ezen a Space Arkon, vagy hogyha nem is ott fent lesz a filmben, de bárhol, valahol elzártan a Földtől. Ez egy ikonikus jelenet, amikor így néznek le a Földre, úgyhogy jó lenne, hogyha tényleg ezt elkészítenék. És a filmben is látható, illetve hallható lenne, hogy ott vannak fent és néznek le a Földre, hogy ide szeretnének eljutni, mindkettejüknek ez a nagy álma. Ez is egy kapcsolat közöttük, azon túl, hogy ők ott vannak, és mindkettejükön próbálnak segíteni, kutatásokat végeznek idefent. Ez a Project Shadow, ez kb. Olyan fél órás, és ebbe is nagyon jól be lett mutatva ez a Shadow eredet történet. Én szerintem ezt minimum rá kellene, vagy hát lehet, hogy lentebb lehet egy kicsivel szedni mondjuk 20 percre, de annyi biztos, hogy ezt a kapcsolatot meg kell alapozni a filmbe is, hogy Maria és Shadow hogyan éreznek így a Föld iránt, milyen vágyaik, álmaik vannak, és ez hogyan hozza össze őket. Tehát így nem ilyen romantikus szerelmi kapcsolatba, hanem csak tényleg egy jó baráti, őszinte, segítséges kapcsolatra gondolok. Ez egy olyan dolog, amit szerintem egyértelmű, hogy ezt bemerik mutatni, és nyugodtan fel tudják majd vázolni. Ebben nincs aggodalmam, hogy ezt a Sega nem fogja a harmadik mozifilmbe majd ezt megjeleníteni, viszont abban van egy kicsi kételyem, hogy Mariának a halálát hogyan fogják, vagy egyáltalán be fogják-e mutatni. Mert ugye tudjuk, hogy ez a halála az az, ami ilyenné változtatta Shadow-t, amilyen lett végül, ez egy fordulópont nála, megalapozza a személyiségét, ezt nem lehet kihagyni, ez kihagyhatatlan esemény Shadow karakterének
lennének jellem fejlődésében. Csak ugye próbálják szerintem minél nagyobb közönség elé elhozni ezt a Shadow-t, és akkor hogy most hogy tudják bemutatni azt, hogy ott úgy lelövik Mariát, vagy akkor véletlenül, vagy hogy valamilyen történést kell akkor reprezentálniuk abban, hogy Maria meghal, de ezt meg kell mutatni valóban, hogy ez így nem egy ilyen véletlen volt, vagy hogy nem is mutatják meg, hanem csak szóban mondják el, hogy meghalt. Ennek hatalmas jelentősége van, és nem azért, hogy most Mariát lássuk meghalni, hanem az, hogy Shadow-nak a reakcióját lássuk. Itt nem azt kell látni, hogy dörren el a lövés, hanem Shadow reakciója. Ez mindig is így van az ilyen filmekben, a mesefilmeknél, ha maradunk, hogy nem feltétlen az a fontos, hogy most akkor miképpen és pontosan hogyan halt meg az a szeretett szülő, feleség, barát, hanem az a fontos benne, hogy a főszereplőnk hogyan reagál rá. Mondok néhány szereplőt akkor, amit itt így lehetett tapasztalni. Például a Tarzan Disney filmbe, amikor Tarzan elveszíti Kerchakot, vagy magába az is, hogy Tarzan, amikor küzd Clayton ellen, akkor ugye a végén látszik, hogy Clayton, ahogy leggabajodik azokon az indákon, akkor ott úgy beakad, és a hátterében azért megmutatkozik, hogy bizony ő is elhunyt. Vagy hogyha az oroszlán királyra gondolunk, ott is látható az is, hogy Zordon akkor úgy lelöki Mufasát, és látszik Mufasa arca, akkor az ő képe is megmarad bennünk, de inkább szerintem élesebb az, ahogy Szimbát látjuk, miután ott fent ezt észreveszi, illetve lent, ahogy ő lemegy az apjához, a holttesthez. Vagy egy utolsó, harmadik példaként a Fel című filmbe, ott is röviden, de azért egyértelműen szerepel az, hogy Carl hogyan veszíti el a feleségét, és akkor ez milyen hatással lesz majd rá. Ez az, amit nagyon jól láttam a Project Shadow-ban megvalósítani, hogy itt is tényleg nem arra koncentráltak, hogy akkor a pisztoly dörrenés, és Maria akkor ott hogyan esik el, vagy mit történik ott úgy vele grafikusan, hanem inkább Shadow-ra koncentráltak, és rajta milyen döbbenet, fájdalom látszódott rajta. Ez az, amit meg kell ragadni, és be kell mutatni a mozifilmbe. Sőt, igazából példaként hozhatnám a Sonic X című sorozatot, ami hozta még a további sztorit is, hogy bemutatta, hogy az az őr, aki ott volt az árkon, odafent az űrhajón, vagy azon a bolygón, annak milyen története van, tehát egy interjút lehetett hallani tőle is, ez egy jó kis extra story, ami nem szerepelt magába így a Sonic Adventure 2-ben. Most fura volt így erről beszélni, de ahogy megnéztem ezt a Project Shadow-t, ezt láttam, és bebiztosítottam magamba, hogy ezt meg kell lépniük, ahhoz, hogy Shadow jellemét teljes mértékben ki tudják dolgozni, és érthető legyen azok számára is, akik még nem találkoztak egyszer se Shadow-val. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a Project Shadow rajongói filmet. Nagyszerű, találkozunk legközelebb.